Amit most mesélni fogok, régen történt. Még valamikor a múlt században. Sötét, hideg éjszaka volt. Dublin utcáin semmi sem mozdult. A város lakói védelmet nyújtó házaikba húzódtak. De mégis, az egyik külvárosi utcán valaki titokzatosan osont a fal mellett. Testét rongyok takarták a metsző hideg elől. Megállt, körülkémlelt, tovább suhant. Végül leült egy kőlépcső legalsó fokára. Várt valamire, vagy valakire? Ez a titokzatos idegen egy 9-10 év körüli vézna, apró termetű kisfiú volt. Remegett a hidegtől, amíg várakozott az ismerős hármas fütyjelre. De csak a szél fütyült, és olmos eső verte az arcát. Fáradtan hunyta le a szemét. Egyszerre egy kéz nehezedett a vállára. Megdermett a félelemtől. Jaj! Fiam, hát te mit csinálsz itt ilyen késő éjszaka? Egy gyermeknek ilyenkor már ágyban a helye. Szaladj csak haza, biztos várnak már. Tudom, uram, mennék is én, ha volna hova. De se ágyam, se otthonom. Hát így állunk. Ez bizony nagy baj. Mit is lehetne tenni? Figyelj csak, ha volna ágyad, itt hagynád az utcát? Azonnal mennék, gondolkodás nélkül. Na, jól van. Akkor most indulj ezen az utcán tovább. Menj egyenesen az elágazásig, és fordulj be a szűk utcába. Keresd meg a 10-es házat. Ott már várnak rád. Rám? De hiszen nem is ismernek. Nem bizony. De ha van igazolványod, rögtön megismernek, és az ágyadhoz kísérnek. Igazolvány? Nekem olyan nincs. Tessék, itt van. Felírom. Ez lesz az igazolványod. Tudsz olvasni? Hát, nem nagyon. Na jó, akkor elmondom, mi van erre a papírra írva. Csak el ne felejtsd. Mondj csak utánam. János 3.16. János 3.16. Hát, jó éjszakát, öcskös. Most már mehetsz. Lesz hol aludnod. Jó éjszakát, uram. És köszönöm. Mindent köszönök. János 3.16. János 3.16. A fiú nagy lépésekkel ugrotta át a tócsákat, és egyre ismételgette a tanult szöveget. A szívét öröm töltötte be. Ám, amikor odaért a 10-es számú házhoz, a kapu előtt inába szállt a bátorsága. Félénken húzogatta a ház csengőjét. Egyszer csak kulcs csikordult a zárban, és a nehéz, nagy kapu kinyílt. Ki az? Én vagyok. No de, ki az az én? Hát én. János 3.16. Igen, János 3.16. János 3.16. Akkor gyorsan gyere csak be. A kapus szeretettel átkarolta a kisfiú vállát, és bekísérte egy meleg szobába. Leültette egy megterített asztalhoz. Az asztalon hófehér terítő. Rajta finomabbnál finomabb falatok. Az idegen forró teával, kaláccsal kínálta, majd kérdezősködés nélkül bevezette egy szép, tiszta szobába. Meleg vizet, szappant adott neki, és tiszta ruhákat, majd puha fehér ágyba fektette. A fiú nagyon fáradt volt, de mielőtt elnyomta volna az álom, magában motyogott a sötétben. Na hát, ez aztán a furcsa név. Soha se hallottam ilyet. Hogy lehet valakit János 3.16-nak hívni? Ezt nem fogom elfelejteni egyhamar. A ház, amelyik a kisfiút befogadta, éjszakai menedékhely volt, ahol a rend az volt, hogy a reggeli meleg tej után újra az utcára kerültek az éjszakai vendégek.
A fiúcska egész nap barangolt a városban. Mindenképpen el akart rejtőzni a Suhansz banda tagjai elől, akiket este várt a hidegben. Tudta, mivel este nem ment el velük lopni, kemény verésben lenne része. Újra s újra eszébe jutott a barátságos idegen, s a meleg ágy. Egyre csak a furcsa névre gondolt, amelyet az ismeretlen férfi említett. János 3.16. János 3.16. Jaj, ott a fecó. Ő a legkegyetlenebb az összes közül. El kell tűnnöm. Átrohanok a piac tére. Ott olyan nagy a tömeg, el tudok rejtőzni. Na most, gyerünk! A kisfiú a nyaka közé húzta a fejét, és átszaladt az utca túlsó oldalára. A félelemtől nem vette észre a lovas kocsit, amely éppen arra lobogott az ellenkező irányba. Isten, elütöttem! Nem tud vigyázni, szegény gyerek! A kisfiú szerencsére nem halt meg, csak elveszítette az eszméletet. Vérzett, de lélegzett. Nagy tömeg gyűlt köré. Sérülései miatt elvitték Dublin város kórházába. Ott tért magához, az orvosok kezei között. Úgy fáj. Nyitogatja a szemét. Doktor úr, felsóhajtott, talán magához tér. Mi a neved, fiú? Meg tudod mondani? János. 3.16. Mondd még egyszer, nem értjük. János. 3.16. Biztos még nincs magánál. Majd figyelem, doktor úr, hát, ha tudok vele beszélni. Vigyék az ötös korterembe. Erős sebláza lesz, figyeljék, nehogy eszméletét veszítse. Megyek vele, gondoskodom róla, olyan kicsi még. János, 3.16. Jó, jó. Ez segített rajta. Persze, persze. Nagyon sokat segített. Gyere csak, János, kicsim, gyere csak. 3.16. Jaj, drága, ez kicsikém. Jó. Félre beszélsz még mindig. Szegény kiskölyök, alaposan helyben hagyták, de milyen furcsaságokat beszél. Talán valamilyen intézetben nevelkedett, ahol ő volt a harmadik a János nevű gyerekek közül. De mi az a 16? Ahogy elnézem, nem lehet még annyi éves. Várjatok csak! Úgy hangzik, mint amit a templomban szoktak felolvasni. Nővér! Van magának egy bibliája? Csak egy kis új szövetségem van, de abban megtaláljuk, amit a kisfiú emleget. János 3.16. Itt van. Mutassa csak! Ez az. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangélium, 3. rész, 16. vers. Igen, tényleg. János 3.16. Ez az, ami jót tett vele. Ez igazán jót tett. Igen, most már tudom, mit jelent, amit mond. Emlékszem, a templomban hallottam ezt az igét. Karácsony este. Ez az idézet emlékeztet arra, hogy valaki szeret. Tényleg olyan, mintha itt lenne valaki és átölelne. Ezek a szavak? Néhány nap múlva a fiú öntudata visszatért. Ahogy körülnézett, ismeretlen arcok, bútorok vették körül. Hol vagyok? De nagy a csend itt. Hát, hogy érzed magad, János 3.16? Honnan tudja, hogy így hívnak engem? Hát, más sem mondtál 3 napig, mint ezt. De köszönöm, hogy ezt mondogattad, mert a szívemhez szóltál vele. De hát nem tettem én semmit, amiért köszönet jár. Tudja, nekem még senki nem köszön meg semmit. Hát pedig én ezt köszönöm neked.
Eddig csak verést kaptam, vagy ütést, bármit tettem. Én az ilyen beszédhez nem vagyok hozzászokva. Aztán tudod-e, honnan van ez a név? János 3.16. Nem, egy férfi írta le nekem egy papírra. Azt mondta, ez segít majd otthon találnom. Hát, ezt jól mondta. Ez a három szó a Bibliából való. Mi az a Biblia? Isten szava, amely az emberekhez szól. Figyelj csak, elolvasom neked. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a János 3.16. Ó, de szép! Olvasson még nekem ebből a könyvből. Szeretnék többet hallani, és újra szeretném hallani a János 3.16-ot. És a beteg olvasta, olvasta egész estig. A kicsi fiú nem tudta megunni. Még és még kérte, olvasson neki. És egyre biztosabb lett abban, hogy Isten szereti őt. És Isten az ő fiát, az ilyen kisfiúkért adta oda, hogy a gyerekek ne vesszenek el, hanem örök életük lehessen. Milyen csodás! Nem csak új nevet kaptam, hanem sokkal, de sokkal többet. Nem vagyok többé egyedül. Annyira boldog vagyok. Telt múlt az idő. A gyógyult betegek hazamentek, új betegek érkeztek. A kisfiú még mindig ott feküdt a kórteremben, ahol eddig. De nem volt már szomorú, mert a megtanult bibliai íge teljesen megváltoztatta őt. Nem érzett sem keserűséget, sem szomorúságot a sorsa miatt. Békesség volt a szívében. Így teltek a napjai, mikor egy idős beteg bácsit hoztak a mellette levő ágyra. Nagyon rosszul nézett ki. Péter bácsi, hát mi történt, hogy van? Rosszul, kedveském, most nagyon rosszul. Péter bácsi, hát volt már itt a kórházi lelkész. Igen, már járt nálam. Tudom, lejárt az idő. Ne mondjon ez ilyet. Ez az életrendje, de én mégis félek. Olyan nagy bizonytalanság van bennem. Mi lesz velem azután? Péter bácsi, ne aggódjon, hozok valami nyugtatót. Nem nyugtató kell nekem, kedveském, hanem békesség, valódi békesség. Azt nem tud hozni nekem, azt csak Isten adhat az embernek. De hogyan bocsáthatna meg nekem Isten azok után, ahogy éltem? Nem merek meghalni, félek a büntetéstől. Péter bácsi! Igen, mi van, fiacskám? Figyeljen csak, Péter bácsi! Tudok valamit, ami jót tesz magának, mert nekem is jót tett. Igazán nagyon jót. Mondd meg, hát, ha segít! De van egyáltalán valami, ami még jót tehet nekem? Itt állok a halál előtt, és nem tudom, mit tesz majd velem Isten odaát. Most mindjárt kiderül, hogy segít-e magán az, ami rajtam. Figyeljen csak ide! No! János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Péter bácsi hátrahajtotta a fejét, felnézett a fehér mennyezetre, és hallgatta a fiút. Hogy az ő egyszülött egyszer csak szétnyílt előtte a fehérség. Egy óriási, fényárban úszó kaput látott, amely lassan kinyílt, de csak azok számára, akik hallják az ígét, és elhiszik azt, ami a János 3.16-ban megvan írva. Az idős ember arcán egy boldog mosoly jelent meg, és nagy békesség áradt szét az arcán. Majd szép csendesen lehunyta a szemét. Elaludt. Másnap, amikor a kisfiú felébredt, mintha egy új Péter bácsi feküdt volna mellette. Vidám volt,
erős és bizakodó. Az egész kórházban híre terjedt, hogy Péter bácsi látta a menny kapuját, és ez a találkozás megújította az életét, megerősítette a testét. Néhány nap múlva a kisfiú is elhagyhatta a kórházat, de nem került az utcára. Az ápolónő elvitte egy otthonba, ahol nem csak ételt, szállást kapott, hanem minden este olvasták a Bibliát is. Egyre többet tudott meg Jézusról, aki annyira szerette őt és az egész világot. Szakmát tanult, és becsületes felnőtt lett belőle. Eljött az idő, hogy felkeresse az utca kis csavargóit. Elmondta nekik is a jó hírt. János 3:16.